Jó reggelt! Áldott Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi és szent nép! Isten népe, ébresztő! Halleluja, dicsőség Istennek! Magasztaljuk az urat, mert itt vagyunk ebben a fantasztikus évben, 2023-ban, január 1-én. Mindenkit nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök, és kívánok nektek egy áldott új évet. Krisztusban kívánom azt, hogy az életetek ebben az évben bővölködjön Istennek a kegyelme, nyugodjon meg a ti életeteken, és növekedjetek Isten megismerésében, Isten szeretetében, Istennek a jóságában, Istennek a hűségében, és, és azért imádkozom, hogy töltsétek be. Az elhívásotokat, amit Isten elrendelt számotokra. Ámen. Kriszpásztor mai üzenetének a címe: A lényegre összpontosíts, ne a folyamatra. A zsidókhoz írott levél 11. fejezetének első és második verse azt mondja, a hit pedig a reménylet dolgoknak a valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Mert ezzel szereztek jó bizonyságot, a régebbiek. Sokszor mondtam, hogy a hitnek nincs jobb meghatározása a zsidó 11.1-ben leírtakénál. Azt mondja, hogy a hit a reménylet dolgoknak valósága, a nem látott dolgoknak a nem látható valóság bizonyítéka. Ez azt jelenti, hogy a hit a remény eszenciája. Ezért, amikor a hited alapján cselekszel, ne a folyamatra összpontosíts, ami számít, az a forrás. A hit a lényeg, nem a folyamat. A Biblia azt mondja Ábrahámról, hitében, erős lévén nem gondolt az ő már elhalt testére, sem sárának elhalt méhére, hanem erős volt a hitben, a lényegben. Halleluja! Ábrahám nem arra összpontosított, hogyan fog megszületni a fia Izsák, hanem Istenre nézett, akitől jönni fog. Mert Isten megígérte neki, és hűnek tartotta Istent az ő igéjéhez. A hit szemeivel látta a gyermeket. Mire figyelsz? Mit látsz a hiteddel? Mit birtokol a szellemed? Fókuszálj a képre, amit akarsz, és utasítsd vissza hogy aggódj afelől, hogy ez hogyan fog megvalósulni. Ne gondold ezt, kicsoda Isten odafent, hogy megtegye ezt, vagy azt értem, hogyan fogom megszerezni a pénzt erre a projektre. Nem. A terészed, hogy összpontosíts Istenre. Tartsd azon a szíved és az elméd, amit akarsz. A reménységed ne abban legyen, hogy majd hát, ha valaki megsegít pénzzel, hanem Istenben legyen a forrásodban. Sokszor tégy bátor hitmegvallásokat, és utasítsd vissza az ellenkező jeleket, érzéseket, vagy félelmeket, dicsőséget adva Istennek. Emlékezz, amit látsz, azt kapod. A Biblia azt mondja, hogy Ábrahám az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adva Istennek. Ő a képre fókuszált. Amikor másfelé nézel, a kép szerte foszlik. Azonban amikor a képet nézed, látod megtörténni. Nem számítanak a rossz beszédek, amelyeket ellened mondanak. Nem számítanak a bajok, amelyekkel szembenézel. Képes vagy látni egy dicsőséges életnek a képét? Látod magad nagyobbként, sikeresen, diadalmasan és kiválóan. Ez az, ami fontos. Fókuszálj rá. <coughs> Tehát Kriszpásztor azt mondja, hogy ne a, ne a folyamatra figyelj, hanem a, a, lényegre összpontosíts. Ne, a, ne arra néz, Ó, ezt Isten biztos nem tudja nekem megadni, mert ehhez aztán olyan sok mindennek össze kell jönnie, hogy Isten ezt végül megadja nekem. Valaki azt mondja, ó, hát ahhoz, hogy nekem társam legyen, ahhoz pénzemnek kell lennie, lakásomnak kell lennie, el kell szakadnom a, 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 a családomtól, saját erőforrások kellenek, és sorolja fel azokat az akadályokat, amiket Isten már rég meg szeretne oldani, és szeretne valakinek egy társot adni. Persze, mindenképpen szükséges az, hogy el tud látni a családodat, és felelősség teljesen menj bele a házasságba, de sokszor olyan akadályokat gördítünk Istennek a, az akarata elé, amik emberi megoldások, is, nem az úr akarata. Ezért nem, az, ezek a dolgok így nem fognak működni. Nem fog működni, hogy te majd jól eltervezed, hogy mit fogsz csinálni, hogy majd Isten hogyan áld meg téged, és te felsorold azokat a lépéseket, amik ennek keresztül kell mennie. Sokszor ez nem így működik. Fókuszálja a lényegre, arra a képre, arra a proféciára, arra az ígéretre, arra az igeversre, amit Isten ajándékozott neked, és amire rá tudsz állni, és amit tudsz nézni. Olyanná válsz, aki, amit nézel. Tehát, hogyha tele vagy orvosi leletekkel, és azoknak a, a tartalmát olvasod, akkor szöges ellentétben állsz azzal az isteni elrendeléssel, hogy neked isteni egészségben kell élned. Nem is csak meggyógyulnod kell, hanem egészségben élni. Ez Istennek az akarata az életedre vonatkozólag. Nem egészségessé, nem meggyógyultan lenni, vagy nem meggyógyultá válni, hanem egészségesnek lenni. Nem mindegy, hogy valaki meggyógyul mindig csak valamiből, és utána egészséges év válik, vagy pedig egészséges már ő maga, és ebből a pozícióból senki nem képes kimozdítani. Ezért, hogyha Isten ígért neked valamit, hogy lesz egy lakásod, akkor nézz erre, van meg hittel, Állj bele abba, amiben Isten ö, ö, visz téged, és ne a saját elmebeli okoskodásaidat vest fel Isten elé, hogy hogyan nem fog összejönni az, amit ő már megígért neked. Sokszor nem azzal van a probléma, hogy Isten milyen módon adja meg nekünk azt a dolgot. Sokszor azzal van a probléma, hogy mi egyszerűen ezt nem tudjuk elhinni, vagy nem tudjuk felfogni vagy nem tudod, azt mondod, hát ez így biztosan nem, meg hogy hát akkor most ez hogy is fog megvalósulni, meg hogyan lesz pénzem, meg stb. Ki kell jönni a szegénységnek a kultúrájából. A szegénység egy átok. Ez nem egy áldás. A bővölködés, a gazdagság az egy áldás. És Jézus Krisztus azért jött, hogy életünk legyen, és hogy bővölködő életünk, és hogy áldás legyen az életünkben. És a gazdagság azt nem azt jelenti, hogy ö, ott van felhalmozva sok százezer, meg sok millió forint a bankszámládon. Nem ezt jelenti a gazdagság elsősorban. A gazdagság azt jelenti, hogy minden az adott helyzetben és időszakban a rendelkezésedre áll. Ezt jelenti a gazdagság hogy Isten szellemileg már meggazdagított téged, még egyszer mondom, nem arról szól, hogy hány lakásod van, hogy mennyi pénzed van, hogy hány autód van, nem erről szól a gazdagság. A gazdagság az egy szellemi dolog, hogy nem szűkölködök semmiben, semmikor, semmilyen körülmények között. Ezért kell, hogy ne a szegénység tudatot erősítsed magadban, mert akkor a szegénységnek a kötelei vesznek körül téged, és akkor egyszerűen úgy érzed, hogy nincs kitörés. De ez nem igaz. Istennek az igéje nem erről beszél, amikor a keresztény emberekről beszél, hanem a bővölködésről, az áldásról, arról, hogy mire figyelsz, a jó dolgokra kell figyelned. És azt mondja Krisz Pásztor az egyik tanításában, Gabriella pásztor is beszélt erről, hogy a, 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 a miért imádkozunk. Azért imádkozunk, hogy Isten isten cselekvésre késztessük, nem? Azért imádkozunk, hogy mi magunk Felkészítsük magunkat arra, hogy bele tudjunk lépni abba az áldásba, amit Isten már előre elkészített számunkra. Amen, dicsőség az Úrnak. Gyertek is imádkozzunk, Mond: Drága atyám, a szívemben helyezted az örökkévalóságot. Rendkívüli képességem van, hogy lássam és elképzeljem a lehetőségeknek, és annak a dicsőséges életnek a képeit, amelyre elhívtál. A Szent Szellem által megértem a bennem munkálkodó erőd, mérhetetlen, korlátlan és mindent felülmúló nagyságát. A hitem élő és mindig eredményes. A Jézus nevében. Amen. Hálelője, a dicsőség az Úrnak drága testvérek. Nagyon örülök, hogy itt vagytok velünk, megújult erővel, megújult kegyelemmel. Így fogjuk folytatni ezt az évet is a Rapszódiának a felolvasásával. Várunk benneteket minden reggel, egy nagy szeretettel, hogy csatlakozzatok és épüljetek. Isten áldjon benneteket, szeretlek titeket. Jó reggelt! Áldott napod. Isten népe, ébresztünk! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztő!